ma esti témánk a központi és paracentrális konfliktusok és pszichózisok kialakulása. Egy olyan témát hallunk, amit még eddig soha, és Kareszt nagy izgalommal és nagy odaadással készült erre a webkonferenciára, olyan ismeretlen, eddig még el nem hangzott történetekről fog beszámolni önöknek, amely mindannyiunk okulására és remélhetőleg életjobbító új irányokat fog mutatni. De azt hiszem, hogy az, amit ma hallani fogunk tőled, Karesz, ez azért a germán gyógytudomány krémje és a legteteje, jól gondolom? Igen, a legteteje, mert a legközpontibb konfliktusokról lesz szó. Viszont én azt is szeretném, drága Karesz, hogyha azok a hallgatók, akik most vannak itt először, mert látuk új neveket, új zászlókat, új bejegyzéseket, hogyha ők is értenék azt, amiről beszélsz, és mindenképpen azt is jó lenne, hogyha korlátok nélkül, igen, mindenki megértené. Hát itt a határok nélkül vagyunk ezen a webkonferencián, Izraeltől Svájcig, Kanadától Székelyudvarhelyig, és nagyon örülök annak, hogy Hollandia is csatlakozott ehhez a ma esti témához, Angliából vannak, és nem biztos, hogy mindenki egyforma alapokkal indul, bár valószínű, hogy már akik ezzel a témával foglalkoztak, azoknak megvan egy alapfokú rálátásuk, de azért vezess be, hogy mi az a központi és paracentrális konfliktus, mit jelentenek egyáltalán ezek a konfliktusok, mik azok a pszichózisok, egyáltalán hogyan alakul ki, és hogyan kötődik mindez a germán gyógytudományhoz. Egyáltalán mi a germán gyógytudomány, kezdjük talán itt, hogy ez mire jó, milyen működési elven alapul, ha jól tudom, van 5 természettörvénye. Így van. És hogyan hat ez az átlag hallgatóra, arra az átlagemberre, aki mondjuk a biológia órán hallott utoljára az emberi test működéséről. Hogyan tudjuk ezt a hétköznapokba átvinni, és mik ezek a paracentrális konfliktusok? Ez lesz a habatortán. Nyilvánvaló, hogy nagyon, most tényleg megpróbálom nagyon röviden összefoglalni a bevezető lényeget az 5 törvényről, és igyekeztem olyan lépésekben eljutni a paracentrális konfliktusokig, hogy annak is meglegyenek az alapjai a megértéshez, akiknek hát túl sok információjuk erről nincs. A helyzet az, hogy ismét átnéztem a lefordított anyagot Hammer doktor aranykönyvéből, az Új medicina hagyatéka című könyvből, itt van mellettem. Ez az első kiadása ennek a könyvnek, novemberben adták ki, 87-ben, és ebben egy külön fejezetben foglalkozik a pszichózisokkal Hammer doktor, és átnéztem ezt a 24 eset történetet, és felfedeztem valami közöset. Vagyis most ennek a 24 eset történetnek, mondjam úgy, egy szintetikus bemutatását fogom megejteni ebben az előadásban, természetesen néhány konkrét eset ismertetéssel, de azokat az általános dolgokat, amelyeket a központi és paracentrális konfliktusokról és pszichózisokról tudni kell, ezt természetesen össze fogom foglalni benne. De vágjunk akkor bele, hogy mi is ez a germán gyógytudomány, és hát ugye dr. Rike Gerdhammert remélem nem kell annak bemutatnom, aki egy ilyen webkonferenciára bejelentkezik. Az ő tudománya a szavai szerint orvosoknak és betegeknek való, akiknek szívük és józan eszük van. Most ez egy nagyon lényeges kérdés, mert a józan eszünket megfogja az a logika, ami ebben az egész rendszerben benne van. Tényleg minden egyszerűnek és logikusnak tűnik, de a megoldáshoz azért a szívünkre is szükség lesz, mint azt majd bemutatom.
Tudjuk, hogy Hammer doktor a fiának, itt látjuk a képét, Dirk Hammer fiának halála okozta a here daganatát, és ebből adódóan a felfedezését, mert miután a 19 éves fia meghal a karjai között, ugye tudjuk, hogy az olasz trónörökös erősen ittas állapotban két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette, míg ő egy csónakban aludt a Cavallo-szigeti kikötőben, szóval 114 napi küzdelem után Hammer doktor karjai között ez a fiatal ember meghal 1978. december 7-én. És két hónap múlva Hammer doktornak here daganata lesz, aminek a lényege, hogy a műtétbe beleegyezik, de se kemoterápiát, se sugárterápiát nem vállal. A kollégái kevesebb, mint 1% esélyt adtak neki a túlélésre, Hammer doktor viszont fölépül, és 1981-ben már egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, és rákérdez a betegekre, hogy a daganat megjelenése előtt nem történt velük valami nagyon súlyos, valami nagyon váratlan esemény, ami drámai módon hatott rá, vagyis érzelmileg megrázta őket, és ezt magányosan élték meg. És a válasz mind a 200 megkérdezett betegnél igen volt. És akkor ezeket az adatokat rendszerezve, Hammer doktor felfedezi a rák vastörvényét, ugye 1981-ben még nem tudta, hogy további törvényeket is fel fog fedezni, tehát ez lett az első biológiai természettörvény, ami összefoglalja a DHS kritériumait, ugye Dirk-Hammer szindrómának nevezi el halott fiáról azt a felfedezést, amit fia emlékének áldoz, hiszen ez a családi tragédia kellett ahhoz, hogy ő ide jusson. A lényeg az, hogy azok a nagyon súlyos, váratlanul jelentkező érzelmi megrázkódtatások, amelyeket magányosan élünk meg, és benne ragadunk a konfliktusba, nos, ezek a konfliktusok, ezek fogják elindítani az agy közvetítésével a szervi elváltozást. Külön kihúztam, hogy érzelmi konfliktus félelem. Itt valójában egy biológiai félelemről beszélünk, a DHS mögött mindig egy biológiai félelem van, hiszen minden biológiai lénynek a célja a túlélés és a faj fenntartása, tehát amikor valami történik váratlanul, ami ezt veszélyezteti, akkor ez a félelem az agyunk közvetítésével el fog indítani egy szervi választ. Ezt nevezi Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak, EBK-val rövidítve, mert soha nem unalmunkba indítunk el egy ilyet, örömünkben sem indítunk el ilyen biológiai választ, mindig a meglepetésszerűen váratlanul ért súlyos traumák azok, amelyek ezt elindítják. A konfliktus pillanatában a sinek is rögzülnek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük azt a bizonyos konfliktust, ezek rögzülnek minden érzékszervünk számára, és ezek a sinek emlékeztetni fognak minket arra, hogy valamit elfelejtettünk érzelmileg lezárni, ha ez nem történik meg. Vagyis ha minden napunkat érzelmileg lezárjuk megbocsátással, elengedéssel, empátiával, akkor, sőt, hálát tudunk adni mindenért, amit aznap megtapasztalhattunk, akkor kérem szépen a ma elindított feszült idegállapotok lenyugszanak, és ennek az lesz a következménye, hogy a sinek nem fogják aktiválni többet ezt a bizonyos programot, illetve holnap, és egy hét múlva és egy év múlva ez még mindig nem marad bent a konfliktusban. Mert ugye ahhoz, hogy a biológiai program elinduljon, ahhoz én ezt magányosan kell megélnem, és benne kell ragadjak a konfliktusba. Ezért lényeges az, hogy nem újjék el nap a haragunkkal, a mai nap sem,
és ha békével lezárjuk a napjainkat, béke van önmagunkkal, békét kötünk a világgal, akkor kérem szépen, ezek az értelmes biológiai különprogramok nem fognak folytatódni, és nem indítanak el krónikus betegségeket. A történet soha nem lényeges, hogy mi történt, mindig az az egyetlen lényeges kérdés, hogy az én megélésem egy adott eseménnyel kapcsolatosan mi volt. És természetesen, hogy már vannak bejáratot, mondjam úgy, hogy reagálásaink, van, aki bármi történik, a válasz az, hogy ezt nem lehet kibírni, és természetes folyamatosan fáj a csípőizülete. Vagy mindentől szarul érzi magát, és állandó vastagbél problémái vannak. És nem folytatom a történetet, de a lényeg az, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, és ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem azért írtam ezt a weblap főoldalára, hogy én önvédelmi mondatként használjam ezt, hanem azért, mert ez nagyon komoly tapasztalat. Ugyanis a beteg tudja csak érzelmileg feloldani azt, amit ő érzelmileg megélt. Én javaslatokat tudok neki adni arra, hogy ezt hogyan csinálja meg, de ha nem csinálja meg, a konfliktusa nem lesz lezárva. Senki helyett nem tudok megbocsátani például. A kutatásokat folytatva Hammer doktor a második természettörvényben leírja, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik le, ha elérünk a végére. Van egy konfliktus aktív, KA, és egy megoldást követő fázis, amit itt grafikusan látjuk ábrázolva, és ezt a grafikus ábrázolást Hammeri iránytűnek is nevezzük. A konfliktus aktív szakasz az attól függ, hogy meddig ülök bent a konfliktusban. És ez lesz az az időszak, amikor feszült az ember idegállapota, nem tud aludni, zakatol az agya, nincs étvágya, nem eszik rendesen, lefogy, emelkedik a vérnyomás, a pulzus száma, hideg a keze, hideg a lába, ezért van ez a terület kék színnel jelölve. Nyilvánvaló, a konfliktus tömeget az dönti el, hogy mennyi ideig, és milyen erős érzelmekkel éltük meg azt a bizonyos konfliktus aktív szakaszt. Ne feledjük, hogy már a konfliktus aktív szakaszban kapunk szervi választ, egy biológiai segítséget, ezt a harmadik természettörvény fogja tisztázni, hogy miként és milyen szabályok szerint. Ha a KM, vagyis a konfliktus megoldása megtörténik érzelmileg, akkor ugye elkerüljük, hogy a sinek újraindítsák a konfliktust, vagyis hogy krónikus betegek legyünk. De sokszor az élet hoz olyan változásokat a környezetünkben, hogy a konfliktus megoldódik, és akkor átmegy a biológiai program a megoldást követő szakaszba. Itt látunk két piros és közt egy kék színnel besatírozott területet. A két piros területben mindig melegek a végtagjaink, és az első, az exudatív fázis azt jelenti, hogy szöveti folyadék gyülem alakul ki, az exudátum felgyülemlik, a sejt közötti folyadék állomány felgyülemlik, és ebből lesz a duzzanat, a fájdalom, a gyulladás miatt a meleg, és ha kívül a felszínen van, akkor természetesen piros is a gyullad terület, és nem működik megfelelően az adott szervi rész. Ez a történet az agyban is megjelenik. Az elsőképpen a konfliktus aktív szakasznak látjuk a becsapódását, és itt pontosan egy központi konfliktus becsapódását látjuk, csak hogy már is a témánál legyünk, majd még találkozunk vele. Tehát körkörös gyűrűk jelennek meg az agyi térképen, azon a CT-képen, ami a koponyalappal párhuzamosan készül, és kontrasztanyag nélkül. Amikor viszont megoldási szakaszba kerülünk, és a folyadék nem csak szervi szinten, hanem az agyirelébe is összegyűl az exudatív fázisba, akkor láthatjuk az alsó képen jobb oldalt egy kis nyíllal bejelölve azt az éppen exudatív fázisban levő Hammeri gócot, ami ott be van jelölve, ez éppen a szívkoszorú ereknek a reléje, vagy a bal oldalt alól, ha megnézzük a here, illetve vese reléjét, a jobb oldali világos, a bal oldali sötét, mert az is egy veszteség konfliktus megoldása miatt ugye
hát megoldási szakaszba került, vagy egy folyadék vízkonfliktus megoldásáról lehet szó, mert ez a relei mind a két programot bírja. Az epileptoid krízisnek pont az a lényege, hogy ezek az ödémák az agyi központokból kiürülnek, megszűnik a fejfájásunk, és több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, ugyanakkor az epileptoid krízisben fogjuk a legdurvább tüneteket tapasztalni az esetek többségében. Kivétel az önleértékelési konfliktusok, ahol a fájdalom itt megszűnik. De a szívmegállás, a szívinfarktus, a tüdőembólia, ezek mind az epileptoid krízisben jelentkező tünetek. Ezután lesz a heggesedési fázis, ahol megint kimelegszik kezünk, lábunk. Már jó a hangulatunk, jó az étvágyunk, csak eszméletlenül fáradtak vagyunk. Ez az extrém fáradtság pont azt jelzi, hogy már csak pár nap választ el minket a teljes gyógyulástól, és ha nem ismerjük a Hammeri iránytűt, ha nem ismerjük, hogy hogyan zajlik le két szakaszban a biológiai program, akkor képesek vagyunk a gyógyulásunkkal ellentétes dolgokat tenni. Ezt tessenek megnézni a Miért akad el a gyógyulásunk című előadásban, hogy mit nem kéne tenni annak érdekében, hogy a program kijusson a végére. Ugyanazt a Hammeri iránytűt látjuk itt a harmadik természettörvény bemutatásánál is, de mint mondtam, most már tudni fogjuk, mi történik a konfliktus aktív és megoldás követő szakaszban. Hammer doktor a harmadik természettörvényben rájön arra, hogy a méhen belüli életünkkel foglalkozó egyetfejlődéstől függ, hogy a két szakasz alatt mi fog történni. Embriológiából mindannyian levizsgáztunk, és hát első évesen az ember azt gondolja, hogy miért kell ezt így tudni, hiszen a receptírásnál ezt sose fogjuk használni, hogy mi történt az anyamében. Most nem írok recepteket, és ennek van a legnagyobb jelentősége abban, hogy megértsük, hogy valójában mi történik biológiai szinten. Ugyanis három dolog történhet, vagy a sejteket szaporítjuk, vagy a sejteket sorvasztjuk, vagy a működést változtatjuk, fékezzük, a konfliktus aktív szakaszban látjuk a nyilak állásából, hogy az agytörzés kisagy irányítás alatt levő sejtek mindig előbb szaporodnak, a megoldás követő fázisban a felesleges sejteket természetesen le fogjuk bontani, és megjelenik a gyulladás. Az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban mindig először sorvasztjuk a sejteket, majd megoldásban, hát fájdalommal visszaépítjük azt, amit már lebontottunk. Vannak kivételek, tessenek megnézni a fájdalomról szóló webkonferenci anyagot, és ott konkrétan tudjuk, hogy melyek azok a programok, amelyeknél a fájdalom mondjuk már a konfliktus aktív szakaszban jelentkezik. Az agykéreg képes még a működés fékezésére, gátlására, és a megoldás követő fázisban természetesen helyreáll a működés. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyszerű, logikus, nem igényel semmilyen egyetemi tanulmányt, hogy ezt a, mondjam így, hogy ezt az egyenletet megértsük, és el tudjuk fogadni. Akkor fogjuk tudni elfogadni, ha valójában tudjuk, hogy hogyan alakultunk ki. És ez az embriológia lényege, hogy bemutatja, hogy a megtermékenyített petesejtből hogyan alakul ki minden szervünk, minden szövetünk. Ez a megtermékenyített petesejt ugye nagyon nagy sebességgel osztódik, és beérkezik a petevezeték külső harmadából, mert ugye ott történik meg a megtermékenyítés, a hímivarsejt és a petesejt találkozása, egybeolvadása, és innen levándorol a mély üregbe, és ott viszont mielőtt beágyazódna az anyai nyálkahártyába, az a sok sejt átalakul három csirralemezzé, és ezt látjuk itt a baloldali képen, kosszanti és keresztmetszetben. Látjuk a sárga, a narancs és a piros színekkel jelzett sejtsorokat. A sárgával jelzett sejtsor belül van, tehát ez belső csirralemez, vagy hivatalosan endoderma, és ezekből a sejtekből fog kialakulni minden olyan szervünk, amelyek biztosítják eleve a túlélésünket, vagyis a levegőhöz, vízhez,
táplálékhoz, fényhez és hanghoz való hozzájutásunkat. Ezek olyan falatok, amelyek nélkül nem tudunk élni, és természetesen ezért Hammer doktor falat konfliktusoknak nevezte. Ha megnézzük a színeket, látjuk, hogy ezeket a sejteket az agytörzs irányítja, ott látjuk sárga színnel, és legalul ennek a keresztmetszeti képét. Nos, ha a piros színnel jelzett sejteket nézzük meg, azok ugye kívül vannak, ez külső csiralemez, ektoderma, és azt látjuk, hogy egy piros babára mutat a nyíl, és hogy a piros színnel jelzett agykéreg az, ami irányítja ezeket a sejteket. Nagyon logikus, hiszen a külső sejtréteg az, ami elválaszt minket a külvilágtól, ezért jeleníti meg Hammer doktor piros színnel ezt a babát, mert az elválasztási konfliktusaink azok mindig bőrtüneteket fognak okozni, mégpedig a felhámon, ne feledjük, hogy a bőrnek három rétege van, felhám, írha és bőralja. Nos, az elválasztási konfliktusokon túl a birtokkonfliktusokat is az agykéreg irányítja. A jobb felső sarokban látjuk azt a keresztmetszeti képet, ami grafikus ábrázolása annak az agyi szintnek, ahol már a birtokkonfliktusokkal foglalkozó relék megjelennek. Nos, ezzel ma még fogunk találkozni, és a piros meg a sárga közt látjuk a narancssárga sejt sor, tehát ez nyilván középső csiralemez vagy mezoderma, de azt látjuk, hogy egy része a belső csiralemez, a másik a pirossal jelzett külső csiralemez szomszédságában található. És ez nagyon lényeges kérdés, mert az, ami a belső csiralemezhez kötődik, azt a kisagy irányítja, és látjuk, az agytörzs és kisagy, ők egymás mellett vannak, ők alkotják az ős agyat, és mind a két idegi központból egy biológiai program úgy indul, hogy a hozzá tartozó szövetekben sejtek szaporítását indítja el, ezt a következő fólián majd részletezem. A narancssárgával jelzett másik sejtsor, ami a piros sejthez kapcsolódik, nos, ez a középső csiralemezből az új mezodermát hozza létre, az új középső csiralemezt, és ez pedig a fehér állomány vagy agyvelő irányítása alatt van. Ott látjuk a piros mezőben az agykérget, és alatta metszeti képen látjuk az agyvelőt. Ezek együtt alkotják a nagy agyat, és ezek együttesen mindig először sejtek bontását, majd megoldásban a sejtek visszaépítését fogják irányítani a hozzájuk tartozó sejtekben természetesen. Itt látjuk Hammer doktor tudományos táblázatát, és akkor megértjük azokat a konfliktus típusokat, amelyek az egyes idegi központoknak a megoldásához tartozik. Ismét jelentkezik a három szín, a sárga, a narancs és a piros. A sárga oszlopban fogjuk találni a falat konfliktusokkal foglalkozó értelmes biológiai különprogramokat. Ezt ugye tudjuk, hogy az agytörzs irányítja. Először építjük, szaporítjuk a sejteket, megoldásban lebontjuk, és tudjuk jól, hogy a túléléshez levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra van szükségünk, és mivel levegő nélkül bírjuk ki legrövidebb ideig, ezért a halálfélelmi konfliktus a tüdőre foghatni, és ha az emberekben halálfélelmet keltenek központilag, akkor ne csodálkozunk, ha a tüdő érintve lesz azokban, akit a rémhírekkel meg lehet félelmíteni. A sárga oszlopnak az alján találjuk a sima izmokat irányító programokat, értelmes biológiai különprogramokat. A sima izmok is konfliktus aktív szakaszban szaporodnak, de megoldásban nem bomlanak le. A narancssárga oszlop felső részén a kisagy által vezérelt programokat találjuk, és ugye tudjuk, hogy az agytörzs és a kisagy mind a kettő először építésre, majd lebontásra indítja a hozzájuk tartozó sejteket. A kisagyhoz a vélt vagy valós támadások tartoznak, illetve a bemocskoltsági konfliktus és gondozási konfliktus. Mit jelent ez? Hát, hogy vélt vagy valós támadás, ez gondolom mindenkinek érthető. A bemocskoltság az viszont átvitt értelemben is érthendő, nem csak akkor, ha a fejemre borították a bilit,
a harmadik emeletről, hanem akkor is, hogyha olyan híreket terjesztenek rólam, amivel bemocskolják a becsületemet, bemocskolnak engem átvitt értelembe, és mivel én az arcommal azonosítom magam, természetesen az arcon fog megjelenni írha program. Aztán a kinyomott pattanások következtében már másodlagosan élem meg azt, hogy elcsúfítottam magam, és onnantól kezdve ez egy ördögi kör. Ezt tudja minden tinédzser, aki elkezdi nyomkodni a pattanását, hogy mekkora probléma ez. A gondozási konfliktus azt jelenti, hogy túlzásba vittem az aggódást, és az aggódás az az emlőnek a tejtermelő mirigyeit fogja érinteni, ez kisagyi irányítás alatt van, és ez az a meldaganat egyik fajtájának a kialakulásához fog vezetni. A narancssárga oszlop második hosszabb részébe az agyvelő vagy fehér állomány szürke magvai által irányított önleértékelési konfliktusok tartoznak, ezek az értelmes biológiai programok mindig először sejt sorvasztással, majd sejt visszaépítéssel folytatódnak. Van több mint 40 ebben a témában megtalálható előadás a weblapon. A narancssárga és piros oszlopra jellemző a kezűség kérdése. Innentől számít az, hogy én jobbkezes vagy balkezes vagyok, mert a kezdőség oldalán fognak megjelenni a partner kapcsolataimban megélt konfliktusaim, az ellenkező oldalon pedig az anyagyerek és önmagam viszonylatában megélt konfliktusok szervi tünetei. Tehát a támadás, bemocskoltság, gondozás, önleértékelés, valamint a birtok és elválasztási konfliktusok, illetve majd ide tartoznak a működésváltozással, mozgászavarok és egyéb ilyen történetek, amit a piros oszlopnak az alsó részén találunk meg, a működésváltozást. A hosszabb felső részében az elválasztási konfliktusok és birtok konfliktusok találhatók, itt is először bontunk, majd építünk. Minden egyes megnevezett konfliktus típusról összefoglaló előadást lehet találni a weblapon. Nem szeretném most részletezni. Mint mondtam, ha nem oldjuk fel érzelmileg a konfliktust, akkor kérem szépen, hatalmas probléma van, mert ismétlődni fognak. Ma nagyon sok olyan konfliktussal fogunk találkozni, ami a meg nem oldott konfliktus függő konfliktus aktivitásáról szól. Tehát van egy konfliktus, ami még mindig nincs megoldva, és a konfliktus aktivitás hol erősebb, hol gyengébb, de valójában nincs megoldva. És ez már alapot ad egy skizofrén állapot kialakulásához, meg fogjuk érteni. A policiklikus lefolyásnál ugye nem érzelmileg oldotta meg, hanem a körülmények oldották meg a konfliktust, végig is fut a program, de amikor sínre kerülök, akkor újra indítom ugyanazt a programot, vagy lehet, hogy megoperáltak engem egy meldaganattal, de még mindig aggódom, és az újabb aggódás újabb daganatot fog elindítani a másik mellemben, természetesen annak függvényében, hogy kivel kapcsolatos a program. A függőgyógyulás pedig az a, hát hogy mondjam, legdurvább biológiai elváltozást fogja létrehozni, amit többnyire a medicina autoimmunnak fog nevezni, mert nem értik, hogy hogyan mehet tönkre egy izület olyan mértékben, ahogyan tönkre megy, és akkor kérem, mindenféle diagnózisokkal fogják ezt illetni. A lényeg az, hogy állandó fájdalom van, hol erősebben, hol gyengébben, de mindig fáj. Tehát ne feledjük el, ha lezárjuk békével a napjainkat, a mai napunkat is, akkor gyakorlatilag mindaz, amit az első természettörvény után elmondtam, nem fog bekövetkezni. A negyedik természettörvényben örülhetünk annak, hogy nem vagyunk egyedül. Vagyis a bennünk élő, és még egyszer kiemelem, a bennünk élő mikroorganizmusok, azok aszerint segítenek, hogy milyen csiralemezhez kötődnek, ugyanis a gombák és a gombabaktériumok az agytörzsi programokban segítenek lebontani a felesleges sejteket a megoldási szakaszban. A baktériumok és a vírusok viszont az agyvelő és agykéreg által indított
sejthiányt segítenek visszaépíteni a megoldási szakaszban. Ebből következik, hogy a konfliktus megoldására pont annyi segítővel rendelkezünk, amennyire szükségünk van a megoldásban. Mert ezeknek a segítőknek, mikroorganizmusoknak a szaporítása agyi parancsra indul el a DHS pillanatától kezdve. Minél többet ülök a konfliktusba, annál több baktérium vagy gomba lesz bennem. Ha pedig elakad a gyógyulásom, akkor természetesen ők maradnak és kimutathatók lesznek, de nem ők a kór okozók, hanem a kórnak az oka a fel nem oldott konfliktus félelem. Vannak természetesen külső mikroorganizmusok, amelyek már tényleg kór okozók, ha bejutnak a szervezetünkbe, de az immunrendszerünk, vagyis a védekező képességünk, a sejtes és hormonális védekező képességünk meg tudja oldani a legtöbb esetben a betolakodókat. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben ezeket a problémákat adott szinten kell megoldani. És van még egy nagyon fontos, lényeges kérdés, amit lényegében már én említettem, az ötödik természettörvényt, mert ugye azt mondtam, hogy a DHS-nek a lényege az, hogy egy biológiai félelem, mert a túlélésünk, vagy a faj fenntartása kerül veszélybe, mondjuk a gyermekem. És innentől kezdve, ha kinézünk az ablakon, ha nem ma, akkor holnap, de hát akik a tengeren túl vannak, azoknál még világos van. Szóval, ha kinézünk az ablakon, mindannyian megállapíthatjuk mindenféle statisztika nélkül, vagy kísérlet nélkül, hogy minden, ami él, az élni akar. Tehát nincs olyan, hogy bármilyen biológiai program, ami bennünk zajlik, az ellenünk volna. A biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem. Mit tesz a biológiám, én értem. Ha megértettük az öt természettörvényt, akkor tudjuk, hogy hol tart a programunk, és tudjuk azt, hogy annyi lenne a legfontosabb, hogy lezárjuk békével a napjainkat, illetve ha már gyógyulási szakaszban vagyunk, akkor ne akasszuk el a gyógyulásunkat. Hammer doktor téziseit rengeteg fórumon megvitatták, közjegyzői aláírással igazolták, hogy ez tényleg úgy van, de a legfontosabb ez a Nagyszombati Egyetemnek az igazolása, hiszen itt egy egyetem és professzorok voltak azok, akik felülvizsgálták az esettanulmányokat, és bebizonyosodott, hogy Hammer doktornak igaza van. Ha már ezt mind elismerték, igazolták, és még mindig nem az öt természettörvény szerint gondolkodunk, akkor vajon miért van ez így? A továbbiakban bemutatnám Hammer doktor főművét, amit mi egyszerűen aranykönyvnek becézünk, de hivatalosan ugye az Új medicina hagyatéka címet viseli, ennek van egy első és egy második kötete. A lényeg az lenne, hogy ebben a könyvben, a pszichózisok fejezetben, amit már említettem, 24 skizofréniás esetet mutat be, ezek alapján világossá válhat ezen állapotot vezérlő elv. Minden páciensről van egy vagy több agyi CT felvétel a könyvben, azonban ezen eseteket illetően skizofrénia helyett skizofrén konstellációként vagy agyfélteke padhelyzetként kéne említsük helyesen a történeteket. Meg fogjuk érteni, hogy miért. Mindkét agyféltekét érintő konfliktus, ami az agy rezgését ugyanolyan módon változtatta meg, az egy központi konfliktus. Ez a centrális konfliktus. És ez a mondat, amit itt dőlt betűkkel írok, ugye az első kötet 656. oldalából való, és odaírja Hammer doktor zárójelbe, hogy talán mégsem ugyanúgy, ha paracentrális. Természetesen látni fogjuk a paracentrális becsapódást is, és a hullámok nyilvánvalóan másképpen vergődnek. A bedobok a tó szélén egy követ, a közelebbi parthoz érkező hullámok azok nagyobb
hullámzást fognak létrehozni, mint a túlsó parton, ha az messzebb van. Tehát ilyen értelemben nem éppen ugyanúgy, de a lényeg, hogy az agyfélteke rezgése mind a két oldalon egyszerre történik meg, és a konfliktus pedig ugyanaz. Az agy minden szintjére kiterjed, a konfliktus tárgyának és erejének függvényében az agykéregtől, a kortextől egészen a nyúltagyig, a meduláig, amint ezt a piros nyillal itt bejelöltem, mert látni fogjuk, hogy van az a félelem, ami végighatol az agykéregtől egész le a nyúltagyig, a thalamuszon keresztül. A thalamuszt ottan ennek a nyílnak a közepén találjuk beírva, és hát aki nem telefonon nézi, az hanem megfelelő képernyőn talán látja is. Láthatjuk azt is ezen a képen, hogy az agykéreg a két agyfélteke közé úgymond befordul, és a két agyféltekét összekötő corpus callosum vagy kérgestestnek a keresztmetszeti képét láthatjuk itt a thalamusz felett egy kicsit lilás színben. A nagy agy alatt találjuk tehát a kis agyat, amit cerebellum megnevezéssel illet ez az ábra, mellette van az agytörzs, tehát ők alkotják az ősagyat, fölötte pedig mindaz, ami van, az a nagy agyhoz tartozik. A centrális becsapódás ezen a képen most már jobban látszik. A két agyféltekek közti részbe, a hasadékba, a fisszura cerebribe történik meg, és ezért mindkét agyféltekét érinti. Például érző és mozgató mezők esetében kétoldali alsó végtag reléi lesznek érintve. Láthatjuk a homunculus képen, ami a pszichózisokról szóló könyvemben is megtalálható, hogy a lábnak a képviselete, az alsó végtagnak a képviselete az, ami benyúlik a két agyfélteke közötti hasadékba. A kéznek, a fejnek a képviselete az már kívül található. Na most ebből lesz érthető az, hogy a mozgató mező, ha érintett mindkét oldalán, akkor létrejön egy központi bénulás mindkét alsó végtagban úgy, hogy közben nem történt gerincvelő sérülés. Mert ugye, ha van egy haránt lézió a gerincvelőbe, akkor lebénul mindkét alsó végtag. És ugye ilyenkor itt kell keresni a két alsó végtag bénulásának az okát. Ugyanakkor, ha a szenzoros, tehát az érzőmezőbe fog ez becsapódni, a testi kontaktus megszakadása miatti félelem miatt, akkor természetesen, hogy oda fog a hámerigóz becsapódni, ugyanúgy, mint itt, csak egy kicsit az érző központ, ugye a mozgató központ mögött van, tehát hátrébb lesz ez a becsapódás. Itt látjuk a paracentrális becsapódásnak a központját, azt a képet, amit már mutattam, és látjuk, hogy ez a központ az agylebeny belső falához közel helyezkedik el. Ha végigveszük a homloklebenytől egészen a nyakszirti lebenyig, tehát a kép tetejétől a kép aljáig, hogy mi minden lehet itt érintve, hát akkor rájövünk arra, hogy homloklebenyben ugye a rémületfélelem, vagy félelem valami nagyon rossztól való félelem, birtokféltés, vagy a jövőtől való túlzott félelem, ez mind a homloklebenyt érinti, tehát itt a CT felvételnek a tetejébe fog becsapódni az ilyen típusú félelem, még hátra le a nyakszirti lebenybe, a hátulról érkező nem látható félelem, ami a látóközpontba fog becsapódni. A teljes CT képet látjuk itt mostan, itt nincsenek különös hámeri gócok ebben a az agyban, mondhatom, hogy ez egy tabula rasa, ez egy tiszta agyi térkép, így kéne kinézel mindannyiunknak a CT felvételek kontrasztanyag nélkül az agyalappal párhuzamosan, és akkor itt látjuk a homloklebenyben mindazt, amit mondtam, a jövőből érkező félelem, az ugye felülre csapódik a pajzsmirigy kivezető cső és a kopoltyú hasadék reléjébe. Mellette van a gége, rémületfélelem központja, és túloldal pedig a légcső, hörgő izomrelé, ide jönnek be a rémületfélelem, túloldalra a birtokféltés. Hátul látjuk a szem üvegtest reléjét,
és ide jön be a hátulról érkező félelem, majd oldalra pedig a birtokkal kapcsolatos konfliktusok fognak becsapódni. Ennek a CT-képnek a grafikus ábrázolását nézzük, akkor a kérgi részen pirossal jelölve látjuk ezeket a reléket, és hogyha a belső narancssal jelzett reléket is meg szeretnénk nézni, akkor ez a következő rajzot adja, itt de viszont az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok fognak becsapódni. Tudjuk már előző előadásokból, hogy az egész testünk minden része, régiója, anatómiai régiója képviselve van, a fejtetőtől egészen a kislábunk ujjáig, és az önleértékelés témája fogja meghatározni, hogy hol alakul ki ezen a képen a hámeri góc, tehát ha az okosságommal van baj, nyilván a fejem lesz érintve, ha az igazságtalanság, akkor ugye a nyakam lesz érintve, ha a személyiségemben élek meg önleértékelést, a derekam lesz érintve, és mint mondtam, ha csípő ízület, akkor lesz érintve, ha a mindenre az a megélésem, hogy ezt nem lehet elviselni. Tehát a megfelelő relék azok ott lesznek, de a konfliktusnak az ereje fogja eldönteni, hogy mit bontunk, mert itt csontot, ízületet, inakat, haráncsikoltizmokat, ereket, osztógyűjtő nyirokereket és kötőszövetet, zsírszövetet bontunk, majd építjük vissza a megoldási fázisban. Felhívom a figyelmet alól az a két tojásdad relé ott a középvonal mellett, az a két here vagy petefészek reléje, és ugyanígy itt található a vese parenkímának is a reléje, vagyis a folyadék konfliktus ide fog becsapódni, illetve a veszteség konfliktus. Mert ezekkel még találkozni fogunk CT képeken is. Nos, akkor a konstellációról jó lenne annyit tudjunk, hogy a konstelláció azt jelenti, hogy az agy két oldalán, tehát a jobb és a bal oldali részén, két szemközti agyféltekében egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan zajló értelmes biológiai különprogramról beszélünk. Na most a viselkedés változás is a túlélésünket fogja szolgálni. Amikor a két konfliktus nincs feloldva, de hol az egyik, hol a másik kerül sínre, akkor változik ugye a megélésünk, és hol mániás, hol depressziós lesz a mi viselkedésünk, ha birtokzónás reléről beszélünk. De pszichózis akkor lép fel, ha mind a két góc aktív. A skizofrénia soha nem lassan alakul ki. Azt jelenti, hogy már van egy aktív gócom, az éppen aktív, és ehhez becsapódik egy második DHS, és ebben a másodpercben már gyakorlatilag ki is alakul a pszichózis. Természetesen az agy egy idővel képes tolerálni a két konfliktust, és ha alaposan gorcső alá veszük ezt a helyzetet, pszichózissal, azaz kényszeres gondolkodással van dolgunk, hiszen a paciens gondolatai gyakorlatilag éjjel-nappal a konfliktusok körül forognak. Mert mind a két góc egyszerre aktív, napközben képtelen megfogalmazni egy épkézláb gondolatot, mivel állandóan az adott konfliktus jár a fejében. Éjjelente meg erről álmodik. Az a páciens, aki mondjam úgy idézőjelben mindössze egy konfliktussal foglalkozik, még tudja annyira tartani magát, hogy a környezete semmit nem vesz észre, vagy csak nagyon keveset vesz észre. Azonban, ha egyidejűleg kettő konfliktussal van dolga, akkor anélkül, hogy ennek tudatában lenne, a második konfliktus megoldásának folyamatában ő konfliktus aktív fázisban van, a két konfliktus megoldása során. Mind a két konfliktus aktív fázisban van. A páciens teljesen túl van terhelve ezzel, hiszen egyidejűleg nem tud két konfliktus témájával foglalkozni, ezért érzi azt, hogy két ember beszél benne. Rövid ideig át lehet vészelni egy ilyen időszakot, de egyszer csak a páciens összeomlik.
Ekkor pedig olyan tettekre ragadtatja el magát, amelyeket normális állapotban eszébe se jutna megtenni. Azt is mondhatjuk, hogy a skizofrénia egy egyidejűleg aktív dupla rák, mert hogy ennél a konstellációnál a pszichikai tünetek feltűnőbbek, drámaiabbak, mint a szervi tünetek. Az úgynevezett skizofrénia gyakorlatilag a szervezet reakciója, ha nem lát esélyt arra, hogy feldolgozza a konfliktust. A páciens szervezete kvázi magától felmondja a szolgálatot, és az agy lezár. És most idézem Hammer doktort szó szerint. A hagyományos orvoslás képviselői azonban alig ha találnak minden skizofrén páciens esetében két szerv esetében rákot. Nem, de bár. A választ tudjuk. Szóval, ez szó szerinti idézet volt. Ez igaz, azonban ennek különleges magyarázata van, folytatja Hammer doktor a gondolatot. Azt sem állítom, mondja Hammer doktor, hogy az orvosok kizárólag azokra a rákos daganatokra derítenek fényt, amelyeknek a konfliktolízise nem több, mint 6-8 hétig váratott magára. Tehát, amikor hamarabb megoldja valaki a konfliktusát, mint 6-8 hét, akkor nem biztos, hogy a kialakult szöveti elváltozásra fény derül. És a legtöbb úgynevezett skizofrén súb időtartama viszont jóval rövidebb. Ezekhez a fel nem ismert rákos daganatokhoz jön hozzá a végtelen sok szívkosszorúér és perikardium karcinóma birtok konfliktus esetén, csontoszteolízis önleértékelés konfliktus esetén, vagyis csontlebontás konfliktus aktív szakaszban, ugye a legsúlyosabb önleértékeléskor. Valamint számtalan félelem a központi konfliktusig és a végtagok rövid vagy hosszantartó bénulása. A nagyatkérgi konstellációknak a fajtáit ezen a képen tudjuk megérteni. Láthatjuk oldalról a nagyatkérget különböző színekkel ábrázolva, és láthatjuk azt a keresztmetszeti képet, ami ugye valahol középen történt meg, és ezért szélen piros színnel az ektodermát irányító agyi központok lettek bejelölve. Nos tehát, a homlok tájékon, ott elől azzal a lila színnel a premotoros konstellációk fognak megjelenni, tehát ha egyik és másik oldalon is van egy-egy feloldatlan konfliktus. A motoros konstellációk a kék zónából, a szenzoros vagy érző központba becsapódó elválasztási konfliktusok itt hoznak létre konstellált állapotot, utána megint következik egy ugyanolyan lila színnel jelölt rész, mint a homlok részbe, ez a posztszenzoros. Ennek az a lényege, hogy itt ősszárnyálkahártya séma szerint működnek a szervek nyálkahártyái, amelyeket ezek irányítanak. Sárga színnel látjuk a látókérgi konstellációk becsapódási helyét, és hát itt oldalt pirossal, most már a középső képen a birtokzónás történeteket, és természetesen vannak nem birtokzónás konstellációk, mint látás, hallás, szaglás konstellációk, de mindenről részletesen a pszichózisok és viselkedésváltozások a Germán Gyógytudomány fényében című könyvemben írok részletesebben. A birtokzónát vettem most ki az egész térképből. Bal oldalt a nőies, jobb oldalt a férfias birtokzónákat fogjuk találni. A birtok konfliktusoknak a lényege, hogy mindaz, amit birtokomnak tekintek, az fog birtok konfliktust okozni. És van külön nőies és férfias birtokzóna. Miért? Mert a faj fenntartásban még mindig férfira és nőre van szükség, és ezeknek megvan a saját feladatuk, és ebben a feladatban megélt konfliktusok megfelelő helyre csapódnak. A női bies birtokzónában találjuk a rémület-félelem konfliktusnak a két reléjét, a felső az izom, az alatta levő nyálkahártya relé. Vele szemben a túloldalt a férfias birtokzónában birtokféltés két reléjét, itt is az alsó a nyálkahártya, a felső az izom relé. A birtokféltés a hörgőkbe fog becsapódni, tehát hörgőkarcinómát fog okozni szervi szinten. A rémület félelem szervi szinten mindig a GG-t érinti. Nagyon durva
rémület, félelem az izomrelét blokkolja, a brokka központot, és az illető elnémul. A középső relék a szexuális konfliktus becsapódási helyét mutatják a női oldalon, és a birtok vesztés konfliktusnak a reléje a férfias birtokzónába. A szexuális konfliktus relébe nyilván a szexuális konfliktusok és a meg nem termékenyítettség konfliktusa is ide tartozik. Szervi szinten érintett a ményálkahártya, és érintett a szívkosszorú ér véna. Tehát megoldási szakaszban visszaépül a lebontott mély nyak nyálkahártya, ami ha túlságosan fekélyes, azt már méráknak nevezik, illetve megoldási szakaszban a koszorúér vénák visszaépítése történik meg, majd az epileptoid krízisben egy tüdőembólia. A túloldalt a férfias birtokzónában a birtokvesztés konfliktus a koszorúér artériák bélésére, nyálkahártyájára fog hatni sorvadással. Ezt angina pectorisként már a konfliktus aktív szakaszban érezzük. Az epileptoid krízis viszont szívmegállást okoz, amit szintén infarktusként fognak diagnosztizálni. A tünetek a szívizom és a birtok konfliktus által kiváltott szívkoszorú ér infarktus között nagyon, de nagyon hasonlóak. Az identitás konfliktus baloldalt a nőies birtok zónában foglal helyet. Erről külön webkonferencia van, az identitás és önleértékelés kapcsolatáról, javaslom mindenkinek nézze meg. A szervi szinten az aranyér jelenik meg, a birtokbosszankodási konfliktusban viszont a emésztésünk fogja segíteni a megemészthetetlen bosszúságoknak a megemésztését, csak hogy ez gyomorfekéllyel, epe programokkal és hasnyálmirigy programokkal jár. Jó lenne leállítani, és megnézni a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következményéről szóló webkonferencia anyagot. A terület kijelölési konfliktus mind a férfias, mind a nőies birtokzónában külön relében becsapódhat, mert mind a kettőnek, férfinak, nőnek egyformán fontos, hogy ki tudja jelölni a területét. Természetesen embernél ez átvitt értelemben, de mivel ez vizelettel történik meg, a terület kijelölési konfliktus mindig azzal jár, hogy gyakran megyünk vizelni, nem fáj semmi, nem még nem csíp, nem is fáztunk fel, csak gyakran vizelünk, mert éppen valaki beleszól a dolgainkba. A birtok konfliktusokról van külön összefoglaló előadás, részletesen elmondom ezeket a dolgokat, és nagyon lényeges volna még egyéb részleteket megtudni. Itt most a konstellációra külön nem térek ki, mert a fő témánk nem a konstelláció, hanem a pszichózis. Itt egy sérműtét során kialakult központi konfliktus aktivitást mutatunk be Hammer doktor könyvéből. Az első két CT felvétel a paracentrális konfliktust mutatja, amely gyakorlatilag csak kismértékben van megoldásban. Nagyon jól látható, remélem, nagy képernyőn, ahova a nyilak mutatnak, úgy néz ki, mint a sima víztükörbe bedobott kő után létrejövő hullámoknak, körkörös, koncentrikus hullámoknak a képe. Nyilván az első kép az egy magasabb szinten, a második kép egy alacsonyabb szinten, történt egy másik metszeten, de így láthatjuk akkor, hogy függőlegesen fentről, a koponyatetőtől egész mélyen, meddig terjed ez a hullám. Az agyféltekék közötti területben, ugye, mint mutattam, a lábak, alsó végtagok, ízületek érzékenységért felelős területet fogjuk találni, és itt arról szól a történet, hogy egy kislánynak volt egy sérvműtéte 2 évvel a CT felvétel készítése előtt. Ezután a műtét után ez a kislány teljesen megváltozott. A harmadik CT képen azt láthatjuk, hogy az ehhez tartozó Hammeri góc, amit az első kettőben látunk, még egészen lent, tehát mélyen
a nyúltagyban, a medulában ödémás megoldott egy szörnyű állati félelmet. Ezt, hogy szörnyű állati félelem, Hammer doktor ebben a könyvben használja először, és hogyha megnézzük a kicsi képet jobb felső sarokban, tehát a koponyalappal párhuzamosan készült képekről beszélünk, akkor az első egészen fent, a második metszet középen, és a harmadik metszet egészen a koponya alapon készült, látjuk, hogy ott már a szem is belekerül, az a két golyó felül az a szemgolyó, és a koponya alapon ott látjuk középen lent, ahova a nyíl mutat, ott látjuk azt a bizonyos ödémás nyúltagyat, mert a szörnyű állati félelem idáig hatolt le. Most ebben a korban nehéz a gyermeknek a gyógykezelése, ha intellektuális vagy pszichológiailag közelítjük meg, viszont könnyű, ha egészséges emberi értelemmel törekszünk megoldani. Ezek a felvételek, a 4 éves francia kislány felvételei egyértelműen egy függőben lévő központi konfliktust ábrázolnak. Pontosabban egy jobboldali paracentrális konfliktust, amelynek központja ugye a gyrus postcentralisban, a hátulsó központi tekerényben található, és különösen a lábak reléi érintettek, mégpedig ugye, amint említettük, az érzékenysége. A DHS tehát 2 évvel ezelőtt csapódott be, amikor is a jobb oldali lágyék és köldöksérrel operálták meg a gyermeket, tehát 2 műtétet végeztek. Nem tudjuk, hogy ezek a műtétek hogyan zajlottak le. A szülők nem lehettek természetesen jelen. A gyereket valószínűleg akarata ellenére páni félelemben intubálták, lekötötték, ugye innen a lábak érintettsége. A szülők a látogatáskor azt vették észre, hogy a gyermekük rohamosan fogy. Amikor 4 héttel később kihozták a kórházból, teljesen megváltozott. Nem volt étvágya, éjjelente arra ébredt, hogy görcsöl a lába, a térdét már nem tudta úgy mozgatni, mint előtte, és gyakran megduzzadt. Az orvosi diagnózis gonartrózis juvenilis, amely mindkét térdet érinti, vagyis fiatalkori térd ízületi gyulladás. A kislány óvodába ment, de egyszerűen, hogy is mondjam, nem volt rendben. Ennek az esetnek jelenleg semmi köze nincs a skizofrén konstellációhoz, ugyan a centrális és paracentrális konfliktus mindkét agyféltekét érinti, de az agy rezgését ugyanolyan módon változtatja meg. A gyermek nagy szerencsével megoldhatja ezt a paracentrális konfliktust, mert ha nem sikerül, őt is besorolják majd a neurotikusok közé, de addig, míg nem oldja fel a konfliktust, állandó veszélyben van, hogy skizofrén konstellációba kerülhet, amint a bal agyféltekén még egy hámeri góc becsapódik. Ugye jobb oldalt van, ha becsapódik bal oldalra, akkor kialakul a skizofrén állapot, mert ez folyamatos konfliktus aktivitásban van. 2 év után is így néz ki a gyereknek a CT-képe. Tehát ez a függő konfliktus aktivitás. Hammer doktor azt tanácsolta a kislány szüleinek, hogy vegyenek a kislánynak egy kutyát, és engedjék meg neki, hogy vele aludjon. Legtöbbször ilyen esetekben csoda történik. A következő esettörténet egy gyermekkori pszichózisról és skizofrén konstellációról szól, a magzatburok megrepesztésekor keletkezett konfliktus miatt. Mi történt itt? Történt egy központi konfliktus, egy vízkonfliktus, ami ugye a veserelét érintette, és van egy rémületfélelem konfliktus, ami viszont a hörgőket érinti, és ki fog hatni a beszédre. Ez a csaknem 11 éves kisfiú Franciaországból származik története a könyv nyomtatása során jutott el hozzám, írja Hammer doktor. Olyan fontosnak találtam, hogy az utolsó pillanatban még begépeltem, hogy megjelenhessen. A kétszeres DHS-t szinte percre pontosan rekonstruálhatjuk, ezzel összefüggésben természetesen a folyamatokat, ahogyan ezen balkezes, születése óta pszichotikus fiú konfliktusait is.
1976. október 24-én egy bába megrepesztette a vajudó asszony magzatburkát, és véletlenül közben megsértette a magzat fejbőrét. A magzat víz elfolyt, a csecsemő pedig levegő után kapkodva sírt, és levegő után kapkodott, de közben vizet nyelt, méghozzá véres vizet. Ebben a pillanatban tehát kétszeres konfliktus szenvedett el, amitől pszichotikussá vált, és fejlődését alapjaiban rengette meg. A szülőszobában mindenki magánkívül volt, gyorsan, brutálisan befejezték a műveletet, miközben a csecsemő fuldoklott. Ez az orvosi modern eljárás a következő agyi CT felvételen látható. Az első CT képen a nyíl a központi konfliktus középpontjára mutat, amely balra található paramedián a kortexben, fejtető alatt kezdődik, és lemegy egészen mélyen a veserelé központig, ahova a nyíl mutat. Tehát több felvételen keresztül mutatja ezt be Hammer doktor a könyvébe, hogy a fejtetőtől egészen le a veseleléig hogyan folytatódik ez a hatalmas becsapódás. A második felvételen viszont láthatjuk, hogy az a fiatal fiú életének eddigi részét skizofrén konstellációban élte le, mert a nagyagy másik féltekéjén is születése óta van aktív hámeri góc, ott látjuk jobb oldalt a nyilakat. A baloldali góc is nem egy egyszerű hámeri góc, mert ennek is van ugye két része, a kortikális, vagyis a kérgi rész mindig a elszakadásról szól, ugye az elválasztási konfliktusok a kéregbe, az agykéregbe csapódnak, tehát ez a kisfiú megélte az elszakadás legsúlyosabb konfliktusát, és szervi szinten ugye a jobb láb érzékenységét érintette ez az egész, mert ugye elszakadt az édesanyjától idő előtt. Mélyebb paramedián becsapódás, amit itt láttunk, ugye az a vesehere relét érintette, de ez egy tipikus folyadék konfliktusnak a hámeri képe, és az egész központi konfliktus függő, tehát nem hat teljes intenzitása, de nincs is megoldva. A szenzoros renális konfliktus központjára mutat tehát a nyíl a baloldali képen. Egy ilyen központi konfliktus esetében az a szörnyű, hogy számtalan relé központot is érint, amelyek hámeri góc alakulnak át, és ezeknek szörnyű testi és lelki következményei vannak. Egy ilyen fogyatékos gyermek esetében az orvosoknak eszükbe nem jut, hogy a bal herével vagy a bal vesével gond lehet, ez csak akkor derül ki, ha megoldásba megy, és akkor megduzzad a veséje vagy a heréje a kisbetegnek. A másik CT-képen, a nagyagy jobb féltekéjén, különösen jobb oldalon látjuk, hogy a mélyebb rétegekben óriási megoldásban levő rémületfélelem konfliktus található. A felső nyíl a jobb oldalt felül arra mutat a rémületfélelem konfliktusra, és ha jobbkezes lett volna a srác, akkor mind a kettő egy oldalra csapódott be, de balkezes volt a fiú, ezért átcsapódott ez a konfliktus a túloldalra, és ennek következtében jött létre ez a pszichotikus állapot. Azért van ez megoldásban látható, hogy ezek a központok, tehát a rémületfélelem és alatta van egy birtokvesztéssel kapcsolatos konfliktus is megoldásba, ödémása az egész, tehát ezek azért vannak megoldásba, másfél éve volt a gyereknek egy epileptikus krízise, addig pedig mérsékelt szívfájdalmai is voltak a gyereknek, tehát nem csak rémületfélelmet, hanem birtokvesztést is elszenvedett szerencsétlen, és így egy rejtett nyomozói képességgel kell rendelkezni ahhoz, hogy a dolgokat felfedezik, hogy mi is történhetett. Tehát a szörnyű születés, miközben a gyermek fejét felsértették, mint említettem, vért és magzatvizet nyelt ez a gyermek a szülőcsatornában. Ez eltartott 10-15-30 percig,
A gyermek nem fulladt meg, de pszichikai következményei szörnyűek lettek. Az anyától való elszakítottság konfliktusa, magára hagyatottság és vételenség konfliktusa, egy sokkoló veszteség konfliktus és egy vízkonfliktus a magzatvíz miatt, mindez csapódott be tehát a képen látható bal oldalra, és az aspiráció, tehát amikor a levegő helyett ugye magzatvizet szívott be a tüdejébe, ennek során megélt egy rémületfélelmet, ami a gégefedő konfliktust jelenti, ezt látjuk a felső nyillal ábrázolva, akkor világos, hogy rögtön kialakult a skizofrén konstelláció. A gyerek a születése után kómába esett, az édesanyja elmesélte, hogy nem kiabált, csak aludt, és az arca teljesen kifejezéstelen volt. Azóta a szellemi fogyatékosok szomorú életét éli, nem képes időben és térben tájékozódni, szörnyen félős, féltékeny a húgára, fejét pedig folyamatosan a padlóra teszi, mintha meg akarná ismételni a születését. Gyakran álmodik arról, hogy meggyilkolja az anyja az apját. Fél évvel ezelőtt epileptikus rohama volt, mint említettem, ezt viszont a szülők és az orvosok teljesen félreértették, reményvesztettek lettek, holott ez egy nagyon jó jel volt, ugye, hogy legalább a jobb agyféltekén levő központ elkezdett megoldódni, és nyilván ez nagyon lassan fog megoldódni, de a szellemi visszamaradás az marad. Így jutottak el a szülők egy francia orvoshoz, aki jól ismerte a rákvas törvényét, és elküldte Hammer doktornak a fiúról készült felvételeket, és tanácsot kért Hammer doktortól. Hammer doktor azt tanácsolta, hogy a fiú szülei szerezzenek be egy boxert, és engedjék meg, hogy a fiú együtt alhasson a kutyával, hiszen a két konfliktus egyikének épp a testi kontaktus hiánya volt, ami így a fiú álmában legalább korrigálásra kerülhet, és így a központi konfliktus még nem lesz megoldva, de enyhítve lesz. A függő központi konfliktusok esetében mindig feltűnő valami. Ha egy gyermek vagy fiatal felnőtt esetében csapódik be ez a központi konfliktus, megáll a személyiség fejlődése. Az a sok fiatal, aki 10 éves korában szenved el központi konfliktust, évtizedekig azon a fejlettségi szinten marad, amikor is a konfliktus becsapódott. Most következik egy másik eset, és Hammer doktor könyvében is a két eset egymás után van, és nem véletlenül, mert azok a CT felvételek, amiket látni fogunk, azok szinte ugyanolyanok, mint amit itt látunk, csak ugye két különböző pácienstől származnak. Az előző helyzetben itt egy születéskor történt konfliktus becsapódásait látjuk az agyi térképen, a másikon viszont egy 35 éves korában elszenvedett konfliktusnak látjuk az agyi térképét. Itt van. Skizofrén konstelláció egy jobbkezes hölgy esetében, aki depressziót élt meg az első abortusza után, és hát ez az abortus az 5. hónapban történt, és ez egy hatalmas trauma volt az anyuka számára. Első lényeges konfliktusa az a kortex és baltálámoszt érinti. Itt arról van szó, hogy agykérektől egészen a tálámuszig ható konfliktusába megélte a teljes magára hagyatottságot és a személyiségének a teljes összeomlását. A második probléma pedig ugyancsak bal oldalon, egészen a petefészek reléig ható konfliktus, ez a testi kontaktus megszakadása, a kortex, és az ezzel együtt megélt genitális veszteség, tehát veszteség konfliktus, ami természetesen, hogy a megfelelő relébe fog becsapódni. De mi is történt itt valójában? Ez az 56 éves jobbkezes hölgy konfliktusokkal tarkított életet mondhat magáénak,
Az első sokat egy hónappal az esküvője után szenvedte el, amikor a férje azt mondta neki, hogy az érzéseket az ember csak beképzeli magának, és ő erre nem kíváncsi. Hát, hadd ne kommentáljam. Ennek az első DHS-nek szexuális konfliktus tartalma volt, de mivel a páciens már gyermeket várt, a konfliktus nem tudott gyökeret verni, de ezt soha nem felejtette el a férjének. A harmadik gyereket 27 éves korában szülte, és a kapcsolat a férjével, hát a gyűlölek, szeretlek érzéseken alapult. A legtöbbször ugye szexuális konfliktusok nagyon hevesek voltak, de nem tartottak túl sokáig. Na most a harmadik gyerek születése utáni időszak volt a pokoli a páciens számára 35 éves koráig. Tehát 27 éves korában szülte a harmadik gyereket, és mikor 35 éves lett, még egyszer teherbe esett, de a férjével való kapcsolata már nagyon elmérgesedett, ezért sokáig nem tudták eldönteni, mi legyen a gyermek sorsa. A gyermek már 5 hónapos volt, amikor a szülők ellene döntöttek, és az abortuszt hát titokban sok pénzért elvégezték. Ez az egész viszont sokkal nehezebb volt, mint ahogy azt a hölgy el tudta képzelni. Az orvosok csak altatás nélkül vállalták a beavatkozást, elképzelhetjük, hogy milyen konfliktusokat élt meg, ezáltal az anyuka sokkal fogékonyabbá lett a konfliktusok megélésére. Azért egy 5 hónapos magzat, az már egy kész gyermek. A 12. hétre, a 3. hónap végére már mindenünk a helyén van, és onnantól csak tömegében növekszünk. Képzeljük el, amikor egy 5 hónapos magzatot hát gyilkolnak meg, mert ezt nem tudom finomabban kifejezni. A kétszeres paracentrális konfliktus, amelyet a páciens akkoriban szenvedett el, ma is aktív. Kétszeres, mert a paracentrális konfliktus a kérektől a tálámuszig terjed, amint ezt már mondtam, és mellette pedig egy másik paracentrális konfliktus a kérektől egészen a bal petefészek relé központjáig terjed. Ott hozott létre Hammeri gócot. Az elsőnek a konfliktus tartalma tehát a teljes magára hagyatottság, testi kontaktus megszakadása miatti érzés, érinti a kortexet, a kérget, és a személyiség teljes összeomlása, ami viszont a tálamuszba csapódik. A második konfliktus tartalma is a teljes elhagyatottság, testi kontaktus megszakadása, megint a kérekből indul, és emellett van egy veszteségkonfliktus, ami nyilván a petefészek relébe csapódik. Ezért a tortúráért a férjét tette felelőssé, és ez a második konfliktus 20 év után nemrég kezdett csak megoldódni. Ne feledjük, hogy ebben a pillanatban a hölgy 56 éves, az abortusz 35 éves korában történt. A páciensnek ezután a beavatkozás után abban maradt a menstruációja, nyilvánvalóan hormonális padhelyzet áll fenn, ettől kezdve a férje meghalt számára. A páciens lefogyott, nem tudott aludni, rá se lehetett ismerni. Fél évvel később megismert egy 15 évvel idősebb férfit, aki egy napon felszólította, hogy tartson vele. A páciens képtelen volt megtenni ezt a lépést, birtok konfliktust szenvedett el, mély depresszióba esett, skizofrén konstellációval. Itt jelenik meg a skizofrénia. Még mindig függő paracentrális konfliktushoz, tehát ami a bal oldalon van, itt látható módon, hozzájön a jobb oldalon egy bronchiális karcinóma, vagyis a hörgő relébe becsapódó konfliktus, és így alakulhatott ki a skizofrén állapot. Ebben a skizofrén konstellációban depresszióval, ugye, a páciens számtalanszor megkísérelt öngyilkosságot elkövetni nyilván mániás szakaszban. Ha egy birtokkonfliktus aktiválódott, ezért többször tartózkodott pszichiátriai klinikán. Erre az állapotra a paranoid hallucinációs tudathasadás volt jellemző, de szerencsére rövid ideig tartott.
Nagyon érdekes az az aspektus is, hogy az előző esetben, ugye a magzatborok repesztésben manipulálták a szülést, meg itt is manipulálták a szülést. Az első esetben a gyermek a testi kontaktus elvesztésének konfliktusát szenvedte el, folyadék konfliktussal. Itt meg az anya ugyanazt a konfliktust szenvedte el, a személyisége teljes összeomlását, szörnyű vesztesség konfliktussal, a relé mind a kétszer ugyanaz. A mellékelt két képen, amit itt láttunk, egyértelműen látható a függő paracentrális konfliktus balra paramediálisan. Képzeljük el, hogy ez a konfliktus aktivitás, ez 20 éve már tart. Pszichotikussá, tehát akkor vált ez a hölgy, amikor megtörtént az a konfliktus, amiről beszéltem, hogy megismerte ezt a 15 évvel idősebb férfit, akivel képtelen volt megtenni azt a lépést, hogy tartson vele. És ekkor láthatjuk most már ezeken a képeken, hogy mi minden történt. Az első képen a felső nyíl még mindig arról a konfliktusról szól, amiről eddig beszéltem, csak ez egy másik metszet, a bal paramediális központra mutat. Ugyanitt az első CT-n a régi szexuális konfliktust is láthatjuk, balra, periinzuláris heges stádiumban, 7 és 8 óra között abban a magasságban látható egy nyíl, ami egy megoldott önleértékelési konfliktusra mutat rá, ami valószínűleg ugye a szexuális önleértékelési konfliktus volt, ami csontbontást, oszteolízist okozott a medence jobboldali területén. Elsőképpen tehát alul látjuk azt a konfliktust, amit az abortusz közben szenvedett el, ez a bal petefészeknek a reléje, és az alsó két nyíl mutat rá. 7 éve van ez megoldásban, ez a relé, ugyanis a paciens már ugyan elvált a férjétől nem sokkal az abortusz után, de 7 évvel ezelőtt meghalt a férje, és valójában a férfi halála után tudott csak leszámolni ezzel a konfliktussal, viszont a másik oldalon a szörnyű kínzást a gyermekével valószínűleg soha nem fogja tudni megoldani. A második képen láthatjuk, a bal nyíl még mindig a paracentrális konfliktusra mutat rá, és egészen a talámuszra, és a felső nyíl jobb oldalon, középső kép felső nyíl jobb oldalon, egy megoldott, időközben megoldott frontoparietális, tehát a homloklebeny, halántéklebeny magasságában levő relére mutat, amit tudjuk, hogy a birtok féltés konfliktus reléje, és ennek szervi szinten ugye bronchiális karcinóma alakul ki. Ezt természetesen nem diagnosztizálták, mert ameddig ez a konfliktus aktív, addig természetesen az illető depressziós, és a depresszió lelki tünetei állnak előtérben. A depresszióban a tüdőt nem vizsgálják, és a depresszió feloldásával, amikor megjelenik a köhögés, már senki nem foglalkozik a köhögéssel, a páciens boldog, hogy megszabadult attól a melankóliától, amiben hónapokig benne volt. Tehát a depresszió mellett a skizofrén konstellációt nem is diagnosztizálták. A harmadik felvételen egyértelműen láthatjuk, hogy az egész periinzuláris terület, jobb oldalt mondom, a periinzuláris terület, ödémási. Az ok ugye az abortusz közben elszenvedett szívinfarktus volt. 7 évvel ezelőtt a páciens átment egy műtéten, gyakorlatilag kasztrálták, ezóta túlnyomóként, férfiként érez, és a petefészek ciszta és mémiuma miatti Wertheim műtétje volt, ez a radikális kiterjesztett mély petefészek eltávolítás, és ez a hormonális változás okozta mindazt, hogy
a megoldásra jutott az a konfliktusa, mint szexuális konfliktus, átcsapódott a túloldalra. Nos, ezek a történetek igencsak elgondolkodtatóak. Én úgy gondolom, hogy jó lenne ezen elgondolkodni, hogy milyen elképesztő konfliktusok lépnek fel egy-egy nagyon súlyos élethelyzetben, és mint mondtam, a konfliktusnak a súlya meghatározza azt, hogy milyen kiterjedt lesz az illetőben ez az egész hámeri góc, és hogyha időközben, vagy azzal egy időben még egy következő konfliktust is megél, nos, akkor fog kialakulni az a bizonyos skizofrén állapot. Következik egy esetbemutatás, amit Rékára bízok, mert ez egy olyan megható történet, hogy én azt hiszem, hogy ezt ő tudja a leginkább, legszebben elmondani. Egy függőben lévő központi konfliktusról és egy függőben lévő félelem konfliktusról van szó egy pszichopata esetében. A pszichiátrián az orvosok minden pszichotikusnak neveznek, amit nem értenek, amit pedig furcsának találnak, azt neurotikusnak. Eljön egyszerű. Aki megértette a rák vastörvényét, az tudja, hogy a helyzet villámgyorsan változhat, aszerint, hogy hozzácsapódik-e még egy DHS, vagy az egykori konfliktus megoldódik. És mivel a határok összefolynak, igazából nem is léteznek, soha nem is találtak egyes esetekre érvényes rendszert. Freud elképzeléseihez ragaszkodtak, ráadásul el sem tudták képzelni, hogy megtörténhet, hogy valaki 3 hónapig skizofrén konstellációban van, de sem előtte, sem utána nem. Ezen kívül a központi konfliktus agyat érintő képződményeit a CT felvételen csupán leleteknek tekintették. Gyakran ugyan összetévesztették, hogy a központi konfliktus korábbi jelei eltűntek, de a pszichével senki sem törődött. A CT felvételt egy fiatal férfiról készült, akit a szüleit bántalmaztak. Számtalan gyermekotthonból eltanácsolták, ennek ellenére elérte a 18 éves kort. A fiú kiemelkedően intelligens, szomorú, gondozásra szoruló eset. Ennek a fiúnak volt egy álma, amit egy hosszú levélben részletesen megírt nekem. Az álma az volt, az az egyetlen, ami tartotta benne a lelket. Ezért tűrt el minden üldöztetést, szegénységet, a hatóságok arroganciáját a szociális helyzete miatt. Esti iskolákban és menekült szállásokon tette le az érettségét, míg végre elérte a 18 éves kort. A fiúban buzgott a tettvágy, hogy végre megvalósíthatja élete álmát. Táncos szeretett volna lenni. A hatóságoknak szerényen előadta, hogy mi a szíve vágya, és el szerette volna magyarázni nekik, hogy így módon embertársainak mindent odaadhat, amilyen van. Kérésére dörgő, gúnyos nevetés volt a válasz. A fiút ez a reakció teljesen megsemmisítette. Csak állt némán, mintha villám sújtotta volna, ezután keserűen sírdogálva kikullogott az irodából. Legnagyobb álma semmisült meg. DHS szenvedett el központi konfliktussal. Központi konfliktusa függőben maradt, amely fogva tartotta ezután, mint egy páncél. Én azt hiszem, hogy ez a történet, ez nagyon el kéne gondolkodtasson mindenkit, mert így lehet egy fiatal gyermeknek az álmait, a vágyait, a pályáját ketté törni, és így lehet egy életre megnyomorítani. Tehát szerencsétlennek eleve a családi körülményei se voltak olyanok, hogy, de sajnos nagyon sok családban felnövő gyereknél is ugyanez a helyzet megismétlődhet.
Én azt hiszem, hogy sikerült okulni a mai napi előadásból mindenkinek. A közös nevezőt próbáltam összehozni, ami jellemző a 24 történetben, mindaz, amiről azt mondom, hogy centrális, központi és paracentrális konfliktus. A különböző történetekben ezek a centrális és paracentrális konfliktusok különböző helyekre csapódtak be, nyilván annak függvényében, hogy kinek mi volt a megélése, és természetesen a skizofrénia csak akkor alakul ki, ha tartósan egy másik konfliktus is becsapódik. Ebből láthatjuk, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. A germán gyógytudomány rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek a nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól, iskolázottságtól, családi állapottól, testtömegindextől, fizikai aktivitástól, sőt még a dohányzástól sem. Az úgynevezett betegségek viszont a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, a konfliktus aktív szakasz hosszától, a sínek pedig meghatározzák a betegségek, azaz az értelmes biológiai különprogramok klinikai lefolyását. A konfliktusok halmozódása pedig meghatározza a személyiségünket, a viselkedésünket, illetve a hangulati változásainkat. Vagyis a fel nem oldott érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával valójában az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, megismételhető, összehasonlítható, a világ bármely pontján ugyanarra az eredményre jutunk, összehasonlítási alapunk van, és előre jelezhető. Vagyis minden konfliktust, amit megélünk, előre jelzi annak a biológiai, szervi szintű, testi szintű lefolyását. Ez nem statisztikán és nem állatkísérleteken nyugszik, hanem az embriológiára alapul, és az öt természettörvényre épül. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető és megtanulható. Csak hogyha nem tudom érzelmileg megoldani a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább okosan. Azt gondolom, hogy itt, ha ennél az oldalnál egy pillanatra megállunk, akkor felmerül bennünk a kérdés, ha eddig úgy betegítettük meg magunkat, hogy fogalmunk sem volt attól, hogy mitől van, akkor egyszerűbb lenne megtanulni ezt a rendszert, megismerni, ennek a gondolkodásmódját elsajátítani, és olyanná alakítani a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, a szemléletünket önmagunkról, a világról és társainkról, amilyen módon felismerjük a konfliktusokat még csirájukban, és még aznap megoldjuk ezeket. Nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtál, Erika, és nagyon köszönöm a közreműködésedet.